Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a heti TV híradóját látják. Belföldi híreink. Kettől érvénybe lépett a 65 éven felülieknek biztosított vásárlási idősáv. A drogériák, élelmiszerüzletek és gyógyszertárak teljes nyitvatartási idejében vásárolhatnak az idősek, mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte, az idősáv csak a megjelölt üzletekre vonatkozik, egyéb üzletre nem. Tehát az egyéb boltokban a teljes nyitvatartási időtartam alatt bárki, bármely korosztály igénybe veheti a szolgáltatásokat. A szakember a járvánnyal kapcsolatban elmondta, az elmúlt heti adatokat nézve az látható, hogy változik a járványgörbe, az azt megelőző hetihez képest kevesebb pozitív esetet regisztráltak. Kitért arra, hogy a 46. héthez képest a 47. héten 7%-kal kevesebb pozitív esetet regisztráltak, ez 2177 embert jelent. Életkort szerinti megoszlásuk az előző héthez hasonló volt. A legérintettebbek továbbra is a 40-49 évesek, az ő arányuk 23%. A 65 év felettiek aránya 16, míg a 15 év alatti korosztály aránya 4,1% volt. Vörös fénnyel festettek meg szerdán, sötétedés után több budapesti épületet, hogy felhívják a figyelmet az üldözött, illetve vértanúságot szenvedett keresztényekre, közölte az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkár. Azbej Tristan, az Aid to the Church in Need nevű nemzetközi katolikus segélyszervezet 2015-ben indított egy programot, melynek célja, hogy a vértanúságot jelképező vörös színnel felhívják az emberek figyelmét korunk egyik legjelentősebb emberjogi válságára, a keresztény üldözésre, amely naponta tucatnyi ártatlan emberi életet követel. A kezdeményezéshez azóta többnyire európai ország csatlakozott. Az egyik leglátványosabb fényfestés a római Kolosseumé, amely összeköti az ókori keresztény üldözést a jelenkorival, tette hozzá. Nem sikerült elérni, hogy csökkenjen a főváros súlyos levegőszennyezettsége, ezért úgy határozott a levegőmunkacsoport, hogy nem veszi át a fővárosi közgyűlés által a számára ellenszavazat és tartózkodás nélkül megítélt Budapestért díjat, tudatta a civil szervezet. A levegőmunkacsoport az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a fővárosi közgyűlés tagjainak küldött levelében leírta, több mint 3 évtizede dolgoznak Budapest tiszta levegőjéért, hogy minél kevesebben betegedjenek meg, illetve veszítsék el idő előtt az életüket a szennyezett levegő miatt. Azonban a céltól egyre távolabb kerülünk. A légszennyezettség mértéke rendszeresen meghaladja az egészségügyi határértéket. A levegő munkacsoport és a Greenpeace mérései pedig arra utalnak, hogy a helyzet sokkal rosszabb annál, mint amit a hivatalos mérőállomások mutatnak, olvasható közleményükben. A Demokratikus Koalíció azzal vádolja a kormányt, hogy látványberuházásokra költ, miközben 30 évre eladósítja az országot. Varjú László, a DK alelnöke azt mondta, hogy miután a kabinet 2,5 milliárd eurós, mintegy 900 millió forint hitelt vett fel, fele részben 10, fele részben 30 évre, a magyar közlöny újabb érthetetlen kormányzati költekezésekről számol be. A kabinet 20 milliárd forintot szán a Citadellára, és 730 milliót a debreceni repülőtérre, hívta fel a figyelmet. A kormány továbbra is úgy költekezik, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, és nem most adósítaná el az országot. Ez vagy a fejvesztett pánikkormányzás újabb jele, vagy a magyar nép totális lenézése, fogalmazott a politikus. Több kérdést vetett fel az MSZP országgyűlési képviselője a tanárok, az óvónők, a bölcsődei gondozók és a szociális intézményekben dolgozók múlt héten indult országos koronavírus miatti tesztelésével kapcsolatban szerdán. Bangóné Borbély Ildikó az érintettek számát tudakolta, mondván a kormányzat 191 ezer, majd 370 ezer ember szűréséről beszélt. Közölte, jó lenne, ha a kormány tisztázná, hány embert érint az ingyenes tesztelés. Elmondta azt is, hogy a kormányrendelet alapján csak a pedagógusokat tesztelik az óvodákban, iskolákban, az irodai alkalmazottakat, a konyhásokat vagy a takarítókat nem.
Az óraadó nyugdíjas pedagógusokat és azokat a tanárokat sem tesztelik, akik részt vesznek a digitális oktatásban, de érettségire történő felkészítés vagy felzárkóztatás miatt bejárnak az iskolába, tette hozzá. Külföldi híreink. Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő a tervek szerint csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal Budapesten. A találkozóról elsőként Lengyelország brüsszeli EU képviselete adott tájékoztatást a Twitteren. Ebben azt írták, a budapesti tárgyalás napirendjén várhatóan a többéves pénzügyi keret szerepel, mivel Lengyelország és Magyarország koordinálni kívánja az EU költségvetéséről szóló tárgyalási pozíciót. A jogállamiság elvével kapcsolatos politikai feltételrendszer elleni fellépés veszélybe sodorhatja az Európai Unió 7 éves költségvetését és a koronavírus járvány okozta károk helyreállítását célzó alap életbe lépését, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén. Von der Leyen az uniós tagországok állam- és kormányfőinek decemberre tervezett ülését előkészítő EP vitában felszólalva arra emlékeztetett, hogy az Európai Tanács júliusi tanácskozásán megegyezés született az unió hosszú távú költségvetéséről és a koronavírus járvány okozta károk helyreállítását célzó alapról, valamint a hozzá kapcsolódó feltételrendszerekről. Az EP továbbfejlesztett feltételrendszereivel összefüggésben azonban két tagállam a kételyét jelezte, tette hozzá. Szavai szerint, akiknek kételyei vannak, egyértelmű út áll rendelkezésükre, az Európai Unió bíróságához fordulhatnak, és ellenőrizhetik az új szabályokat. Az Európai Bizottság jóváhagyta az amerikai Moderna gyógyszeripari vállalattal a koronavírus elleni oltóanyag beszerzéséről szóló szerződést, amely lehetővé teszi, hogy az Európai Unió az összes tagállam nevében első körben 80 millió adag oltóanyagot vásároljon, és további legfeljebb 80 millió adagot igényeljen. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a szerződés tovább bővíti az oltóanyagok portfólióját. A Modernát megelőzően az Európai Bizottság ugyanis már 5 gyógyszergyártóval hasonló szerződéseket írt alá. Az AstraZeneca, a Sanofi GSK, a Janssen Pharmaceutica, a BioNTech Pfizer, valamint a CureVac vállalatokkal. Jogsegélykérelemmel fordult Moszkva Varsóhoz annak a műholdas telefonbeszélgetésnek a leíratát igényelve a lengyel hatóságoktól, amelyet 2010-ben Lech Kaczynski lengyel elnök ikertestvérével, Jaroszlavval folytatott a kormánygép fedélzetéről, röviddel annak lezuhanása előtt, jelentette be Andrei Ivanov, az orosz főügyészség szóvivője. Ivanov közölte, hogy az orosz fél a büntetőügyekben nyújtandó jogsegélyről szóló európai egyezménnyel összhangban fordult Lengyelországhoz, mert a lengyel sajtóban új értesülések jelentek meg a 2010. április 10-én Szmolenszkban történt katasztrófával kapcsolatban. Mint mondta, az egyik lengyel lap szerint Lech Kaczynski és fivére Jaroszláv nem sokkal a gép pusztulása előtt telefonon beszélt egymással, és érintette a repülés egyik aspektusát is. A beszélgetést csatolták a lengyel nyomozati anyaghoz. Joe Biden amerikai demokrata elnökjelölt vezetése alatt könnyű lehet a kapcsolat javítása Irán és az Egyesült Államok között, jelentette ki Hassan Rouhani iráni elnök szerdán. Visszatérhetünk a 2017. január 20-át megelőző feszültségek előtti időszakhoz, emelte ki televíziós beszédében Rouhani. Donald Trump amerikai elnök beiktatásának dátumára utalva. Amennyiben az új amerikai kormányzat részéről megvan a megfelelő politikai akarat, rendkívül könnyű megoldást találni sok problémára, hangsúlyozta. Hozzátette, Teherán kész újra eleget tenni a 2016-os nukleáris megállapodásban foglalt kötelezettségeinek, amennyiben Washington is így tesz, illetve feloldja az utóbbi években elrendelt újabb szankciókat. Ali Khamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője, ugyanakkor szkeptikusan nyilatkozott a nyugattal folytatandó újabb tárgyalásokat illetően. Legalább 8 halottja van az éjszaka végrehajtott Izraelnek tulajdonított légicsapásoknak Szíriában, közölte a brit székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központ. A megfigyelő központ szerint a légicsapások 8 halottjának mindegyike külföldi harcos volt,
Iránhoz hű terrorista csoportokból vagy milíciákból, beleértve a libanoni Hezbollah terrorszervezetet. A támadásokra röviddel éjfél után került sor, és a proiráni erőket célozta Kunejtra területén és Jabal Manában, Damaszkusztól délkeletre. A célpontok egyike egy katonai központ volt Ruhinában, a Golán-fennsík szíriai oldalán, melyet egy Iránhoz hű csoport működtetett a szíriai ellenállás a Golán felszabadításáért. A többi célpont között szerepelt egy rakétaraktár Jabal Manában, amely megsemmisült a támadásban, csak úgy, mint az izraeli határ közelében, Runiában a szíriai ellenállás a Golán felszabadításáért csoport járművei. Az izraeli védelmi erők nem kommentálták a riportot. 60 éves korában szerdán elhunyt Diego Maradona, minden idők egyik legnagyobb futballistája, jelentette be az egykori argentin klasszis jogi képviselője. A világbajnok labdarúgó a hónap elején agyműtéten esett át, ugyanakkor halálát szívroham okozta. Maradona 1960-ban született Lanúszban, és minden idők egyik labdarúgója lett. Pályafutása során olyan csapatokban játszott, mint a Boca Juniors, a Barcelona és a Napoli. Az argentin és az olasz csapattal bajnoki címet is nyert, a nápolyiakkal 1989-ben az UEFA kupában is győzött. 91-szer lépett pályára az argentin válogatottban, melyet 1986-ban világbajnoki aranyéremig vezetett. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség Pelével együtt az évszázad labdarúgójának választotta. Gazdasági híreink. A brit pénzügyminiszter szerint 3 évszázada nem mért mélységű recessziót okoz a brit gazdaságban a koronavírus járvány. Rishi Sunak a költségvetésről és a gazdaság állapotáról szóló beszámolójában elmondta, a kormány számára hivatalos előrejelzéseket készítő és a felelős költségvetési politika felett örködő szervezet modell számításai azt valószínűsítik, hogy a brit hazai össztermék az idén 11,3%-kal zuhan. Sunak hangsúlyozta, hogy ilyen mértékű visszaesésre több mint 300 éve nem volt példa a brit gazdaságban. Az OBR várakozása szerint a járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítésével a gazdasági kilábalás is megkezdődik. A szervezet 2021-re 5,5%-os, 2022-re 6,6%-os GDP növekedésre számít. Híreinkről bővebben a brayerpress.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra! Csütörtökön borongós, szürke idő várható, helyenként tartós köddel. Néhol szitálás is előfordulhat. Csak kis eséllyel és kevés helyen süthet ki a nap. Gyenge lesz a légmozgás. Éjszaka hideg, fagypont körüli, borongós, itt-ott ködös időre van kilátás. Helyenként előfordulhat szitálás, ónos eső. A hőmérséklet jellemző átlaga a csütörtök reggel -1, +2, délután 1-6, péntek reggel -1, +3 fok körül alakul. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor együttműködő partnere az Ázsia Center.